Honnan gyűjtötted össze az alkatrészeket? Ez elég érdekes történet, mert tulajdonképpen mindenhonnan. Kezdve antikbolttól, rendes divatáru boltból, internetről, turkálóból, illetve néha még kukáztam is. Hát az alkatrészt, amint én innen-onnan leginkább külföldön tudok vásárolni, mert a legtöbb magyar bolt az bezárt. Úgyhogy hát nekünk fiúknak elég nehéz az öltözködés ebben a szubkultúrában. Hát ez több év gyűjtögetése. Internet, többnyire internet, és többnyire édesanyám segítkezése. Ezeket én csináltam. A ruhákat. Egyszerűen anyagbolt, varrógép, és le. Amúgy az eredeti terv, vagy eredeti vágy az a Sweeney Todd, ugye a filmből volt. Tehát elméletileg az ing az a legpróbáltam jobban lemásolni, meg a mellény is azért néz ki ennyire rongyosnak, meg rondának, mert abban a filmben pont egy ilyen rongyos ruhában jelent meg. De jól nézett ki. Hát ezt az egyenruhát például egy katonai boltban szereztem be. Hát úgy igazából nem volt nagy összeg, 2000 forint volt, ha jól emlékszem. A többi az meg mind otthoni gyártmány. Hát a cilinder az kartonpapírból van, meg kreatív boltban vettem hozzá kreppapírt. A bőrrészek azok apám régi öve volt. Hát ilyen hulladékokból raktam össze inkább. Jó, hát én a nagy részét az bolha piacokról szedtem órákat, és onnan azokat szétszereltem, és azokból gyártottam a részét a kiegészítőiknek. És a többi? Hát a fűző az például netről rendeltem, de én tettem rá a szőrt. Néhány ékszert itt vettem, Jogosztipkon. Legtöbbje papír, meg vaterár. Mind a kettő, igen. És én magam raktam össze. Meg rendeltem a fűzőt. Úgyhogy honnan szedtem még össze a dolgaimat? A sapka az a exem nálam hagyta. Ezt meg ismerősöm csinálta. Mit lehet még? Meg gyurmából csináltam itt hátul, meg a... Látom. Az a hűtés a szárnyadnak, vagy a mozgató berendezés? Félkész állapotban van, hogy valamilyen úton módon rakétákat is akarok rátenni, amiből tényleg a hűtő része lenne, vagy valami hasonló. Az alkatrészek egy része hagyományőrzés miatt már adott volt. Hát a többit különböző helyekről, köpenyt azt magam vartam és a sapkát, a szemüveget azt tegnap festettem át, egy motoros szemüveget, kínai piacos öngyújtó, egy különböző helyekről. A kardot pedig hagyományőrzésben használom, tehát ez már adott volt, úgy készítettem egy fegyverkovácssal. Én többnyire minden ruhámat saját magam készítem, kivéve mondjuk a fűzőmet, amit egy barátnőm készített számomra, de számomra fontos, hogy a minden lehetséges dolgot saját kezűleg készítsek. Mondjuk ezt a kalapot, ez egy különleges opera kalap. Ezt nagyon nehéz elkészíteni, ezt egy régiségvásárban vásároltam pár hónappal ezelőtt. A főbevaló az éppen az itteni egyik kereskedőnk, a Steamplum egyik munkája. Ezt még a tavalyi Steam alkalmával sikerült beszereznem.